Szeretettel köszöntök, köszöntök mindenkit. Az, hogy sikeres lesz-e, azt ma még nem tudjuk, hiszen ez egy nagyon hosszú út, vagy egy nagyon hosszú folyamat, aminek egy nagyon fontos állomása után vagyunk. Én otthon Veszprémben azt szoktam mondani, hogy azt már, azt már tudjuk, hogy 2023-ban Veszprém és a térsége Európa kulturális fővárosa lesz. De hogy 24-ben, 25-ben, 26-ban, 27-ben és utána is Európa kulturális fővárosai közé fog-e tartozni, az azon múlik, hogy ez az együttműködés, ez mennyire lesz sikeres, illetve magát a programot milyen minőségben tudjuk végrehajtani. Ez nagy teher is, nagy felelősség is, de nyilván... Készen állunk arra, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni, és az a bizalom, amit sikerült a pályázat köré felépítenünk, hogyha ezt a bizalmat nem tudjuk elveszíteni, és az ebben résztvevő partnereink közötti kapcsolat erősödik a program végrehajtása során, akkor biztos, hogy sikeresek leszünk. Tehát a fő cél az, hogy ezt az egységet most meg fogjuk tudni tartani. És ez a kép, ez, ez nem a nem a jövő, hanem ez a jelene Veszprém városnak, és talán egy kicsit szimbolikus is, hiszen az a történelmi millió, ami azért Magyarországon ismert Veszprém városról, annak egy szimbolikus tere a Szent Háromság tér, és egyébként ez talán tavaly készült ez a felvétel, de lehet, hogy egy kicsit korábban. A lényeg az, hogy mi Veszprémben próbáljuk élni azt a történelmi környezetet, ami körbevez bennünket. És a 21. századi élethez próbáljuk igazítani azt a gyönyörű környezetet, ami, amit mi nagyon szeretünk. A én mennyi, tulajdonképpen nekem mennyi időn van. Sok. Van. 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 Jó, 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 jó. jó. A... Nem neked kell behozni jó. az összes Jó, 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 jó. Oké, oké. Okay, okay. Nem tudom ezt a. Uh... Na most már most már túl sok lett. Kíváncsi mindenki erre. Igen, oké, okay. oké, okay, sikerült. A ami nagyon fontos ö, és ö, és kulcsa a programnak az az, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy ez miről szólt maga ez a pályázat. Szerintem ez a, ez a kulcsa, mert itt ebben Magyarországon nagyon komoly félreértések vannak, és az első körös pályázatok után ez nyilvánvaló is lett, hogy valóban ö, többen voltak, akik nem értették ennek a, az üzenetét ennek a pályázatnak. Nem arról szól az Európa Kulturális Fővárosa pályázat, ö, hogy az adott évben fesztivál fővárossá válik egy-egy város. Nem arról szólt maga a pályázat, hogy egyébként egy város marketing forgatókönyvet, vagy a várost a legpozitívabb értelemben kell bemutatni, és a legszebb várost fogja kiválasztani a zsűri. Bár nyilván meggyőződésem, hogy egyébként ez a kettő együtt sikerült most Magyarországon, mert a legszebb várost is sikerült megtalálni. De a mi, mi pályázatunkban tényleg nem, nem, nem erre helyeztük a hangsúlyt, hiszen nem ezt várta el a, nem ezt várta el a, a kiíró. A kíró az azt várta el, és ennek az egész pályázatnak a folyamatában, ez a hangsúlyos, hogy egy közösségnek őszintén szembe kell nézni azokkal a kihívásokkal, ami előtte áll. Le kell tapogatni, hogy mi az, amin változtatni szeretnénk. Mi az, amit, mi az, ami az előttünk álló időszak legnagyobb kihívása és miután szembenéztünk ezekkel a kihívásokkal, ezekkel a nehézségekkel, akkor ezekre próbáljunk olyan válaszokat adni, ami, ami feloldja, megoldja ezeket a problémákat, és nyilván nagyon fontos, hogy ezek az elemek, ezek közösségfejlesztő, kreatívipari, a közösségeket erősítő, kulturális, művészeti eszközöket intenzíven igénybe vevő megoldások legyenek. Erről szól az Európa Kulturális Fővárosa pályázat. Volt az elmúlt időszakban egy nagyon erőteljes változás, a korábbi időszak, hiszen Magyarországon ugye nem mi vagyunk az elsők, hiszen Pécs 2010-ben már részesült ebben az elismerésben, és azóta is nagyon sok minden változott, hiszen abban az időszakban egy, a kiíró is egy nagyon erős infrastruktúrális, elvárást fogalmazott meg, hogyha lehet, lehet ilyen markánsan ö, fogalmazni. És ne felejtsük el, hogy Pécs 2010-ben volt Európa Kulturális Fővárosa, de a pályázatot 2005-ben kellett, hogy megfogalmazza. Pécshez nagyon hasonló projekt volt a Maribori pályázat. Maribor 2012-ben kapta meg ezt a lehetőséget, és mind a kettő egy olyan időszakban fogalmazódott meg a pályázat, amikor ö, az közvetlen uniós források még kibontakozóban voltak Magyarországon is. És ezért mind Pécs, mind Maribor egy nagyon erőteljes infrastruktúrális programot fogalmazott meg. Az amit Pécs az előző rendszerben nem tudott kiépíteni, nem tudott felépíteni, azt belepakolták ebbe a pályázatba. És ugye mi Magyarországon, amikor a Pécsi pályázatról beszélünk, akkor, akkor, ilyen kettős érzésünk van, akik távolról láttuk, mert a hazai nyilvánosságban semmi másról nem szólt a Pécsi program, csak hogy mi az, ami elkészül időbe, és mi az, ami nem készül el időbe. Ennél sokkal gazdagabb volt ez a program, sokkal érdekesebb volt, és sokkal többet jelentett Pécsnek, mint amit egyébként egy átlag magyar lát ebből. És emiatt egyébként a kíró is változtatott, és nem az infrastruktúrára helyezte a hangsúlyt. Azóta egyébként a pályázatban nem is kellett nekünk, tehát a célok között nem kellett megfogalmazni konkrét infrastruktúrális beruházásokat. Tehát ez, ez, szerintem ez nagyon fontos volt, hogy, hogy ezen túllépjünk. Hogy a mi pályázatunknak a Alapvető, a címe az az, hogy a Beyondot választottuk, aminek klasszikus értelemben magyar megfelelője nincs, de valamit szeretnénk meghaladni, valamit szeretnénk túllépni. És itt definiáltuk azokat a kihívásokat, amivel szembesülünk, amivel nap mint nap szembesülünk. És ezek a problémáknak nyilván olyannak kellett, hogy legyen, ami nem csak Veszprémre jellemző, hanem Európa számos hasonló pozíciójú városában is érezhető, érzékelhető kihívásokat jelent. És ugye ezek, ezek, ez volt az a hármas, amit mi, mi megfogalmaztunk, hogy itt jött elő nagyon erőteljesen maga a térségi gondolat hogy ne egyedül próbáljuk ezeket a kihívásokat legyűrni, hanem próbáljunk közösen gondolkodni erről. A... Balatonhoz legközelebbi nagyváros Veszprém, bár SS város az előző kategória szerint. Nagyjából az XS meg az S között vagyunk valahol, ahogy néztem a, néztem a városokat. És egyébként egy természetes, tehát ma Veszprémieknek, vagy Balatoniaknak egyébként ez egy teljesen természetes kapcsolat, egy teljesen normális a napi életrendszerünkben menne van, de, de mégis inkább a rivalizálás jellemezte ami, amivel mindig szembesülnünk kell, és ezt is leírtuk a pályázatban, hogy bár Veszprémről egy Pesgő kulturális jelen van mindannyiunkban, hogy az egy ilyen, egy -egy esemény, egy-egy rendezvényen nagyon sokan megfordulnak, viszont hogyha kicsit megkapargattuk a vagy a valóságot, akkor azt láttuk, hogy ezt az aktivitást a városlakóknak a 20%-a az, aki kifejti, és van egyébként a városlakóknak döntő része, aki nem vesz részt a város életében, nem használja azokat a lehetőségeket, amelyet egy város tud biztosítani. Tehát fontos volt, hogy az ő, őket valamilyen módon megszólítsuk, behúzzuk, a, behúzzuk a térségbe. a, a igen. És így fogalmaztuk meg, ezek voltak azok a fő célok, amelyet mi elindítottunk. A térségről, vagy a térségi együttműködésről azt el szeretném mondani, hogy amikor az egész térséget próbáltuk összeállítani, meg lehatárolni, majd a következő oldalon erről egy kicsit többet fogok beszélni, igen, itt is van. A térkép rossz. Nem tudom kiírtani a kollégáim számítógépeiről ezt a térképet, mert aki ismeri Veszprém megyét, az pontosan tudja, hogy... Bár lelkileg Veszprém és Pápa viszonylag közel van egymáshoz, de földrajzilag ennél lényegesen távolabb van. Valamelyik kollégám nagy valószínűséggel szerette volna, hogyha Pápa is része lesz ennek a programnak. Hát Pápa a sokkal távolabb van, a Győr határától szerintem 20-30 kilométerre van. Tehát, hogy ez a hibája ennek a, ennek a térképnek, ezt nagyon, ezt nagyon fontos volt elmondanom. Na most, de ami a... Ami a, ami a ami az üzenete volt, és itt ez a térségnek a lehatárolása, hogy van előkép, tehát hogy nem, nem egyszer csak kitaláltuk, hogy hát megnéztük, hogy kik nyerték az Európa Kulturális Fővárosa projekteket, és akkor nézzük már meg, hogy a mi lélekszámunk illeszkedik-e ehhez. Hú, bajba vagyunk, mert nem, mert mindig nagyobb városok nyernek, akkor gyorsan kerekítsünk valamit. Tehát, hogy azért ennek van egy előképe, van egy előzménye. Egyrészt helyben volt egy előzménye az, hogy ez most, és most csak a városról beszélek, hogy a turisztikai szolgáltatásainkra, tehát a, a, a Turinform irodának az átalakításánál mi egy KFT-t hoztunk létre. ebbe a kft be a helyi vállalkozók, a helyi civil szervezetek és az önkormányzat vett részt. Tehát hármas egységben talált, tehát aki a turizmusban érdekelt Veszprémben, az ez a három szereplő hogyha a turizmusról beszélünk, meg turizmus stratégiáról beszélünk, akkor ennek a három szereplőnek a közös akarata szükséges, hogy sikeresek tudjunk lenni. A KFT-t ez is hiánypótló egyébként Magyarországon, vagy legalábbis érdekesnek szokták mondani a kollégáim. Úgy alakítottuk ki ezt a KFT-t, hogy egyébként a szereplőknek, bár a finanszírozásban nyilván az önkormányzat vállalja a nagyot, de egyébként a vállalkozókat képviselő civil szervezet, aki a költségeknek a 10%-át viseli csak, de a döntéseknél ugyanannyi szavazata van, mint a városnak, aki a 70%-át adja a finanszírozásnak. Ez ritka, ilyen nagyon, nagyon kevés eset van, de azt gondoljuk, hogy ugyanaz az érdekünk. A Veszprémi vállalkozónak az az érdeke, hogy minél több vendég legyen. Veszprém önkormányzatának az az érdeke, hogy minél több, legyen, minél több vendég legyen. Tehát az érdek az ugyanaz. Lehet, hogy egy kicsit mást gondolunk bizonyos dolgokról, meg folyamatokról, de a célban mindenki egyetért. És arról szól ez a turisztikai együttműködésünk, hogy, hogy találjuk meg a közös, közös pontokat. Aztán, aztán kiléptünk a város határain kívülre, és már egy olyan turizmusban, már egy egy olyan, olyan KFT-t sikerült létrehozni, amelyik a megyének a felét lefedi, hiszen létrehoztunk egy regionális ö, turisztikai. Kft ahol ugyanúgy civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok is a tagjai. Ez azt jelenti, hogy egészen Várpalotától, Zírztől, egészen Sümegig tart ez a, ez az együttműködés, ez a turisztikai együttműködés, és ez a, ezt a turisztikai szolgáltatást mai napig nagyon intenzíven tudjuk működtetni. És a benne résztvevő szereplők között vannak civil szervezetek, vannak kulturális szolgáltatók, a Művészetek a Kapolcsi Művészetek Völgye is tagja, többek között az erdészet, a megyei erdészet, tehát olyan szereplők, akik valamilyen módon érintettek. A Panonvárosok Szövetségénél ugyanez a gondolat volt, hogy nézzük meg, hogy a magyarországi térszerkezetet, hogyha megnézzük, akkor mi, mármint Veszprém, egy kicsit be vagyunk szorítva a Bakony meg a Balaton közé. Azért ezt sokan irigylik tőlünk egyébként, hogy minket ide szorított be a, a jó Isten nyilván, de de, mi, de mégiscsak itt a Dunántúl kellős közepén van, a, a, van egy kis zavar, hogyha lehet ilyet mondani, mert hogyha megnézzük Magyarország térképét, akkor látjuk, hogy a, a nagyvárosaink milyen térséget tudnak lefedni, és azt látjuk, hogy itt a Dunántúl kellős közepén van egy... Hiány, vagy van egy kis légüres tér. És mi abban gondolkodtunk a panon egyetemmel közösen, hogy ezt nem egy nagyváros tudja betölteni ezt a teret, hanem a sok, sok kis és középváros, az, aki ezt, a, ezt az erőt meg tudja markánsan fogalmazni. Ebben egyébként Székesfehérvár is az indulásnál, Székesfehérvár is az egyik végén Székesfehérvár, a másik végén Szombathely volt. Volt idő, amikor Kaposvári szállakat is próbáltunk erőltetni, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk egymás mellé illeszteni. És amikor mi az LKF-et megfogalmaztuk, akkor, vagy próbáltuk a stratégiai gondolatot egymás mellé tenni, akkor teljesen evidencia volt, Számomra teljesen evidencia volt, azok a munkatársaink, akik részt vettek a stratégia kidolgozásában, ott azért komoly vitáink voltak, tehát hosszú hetekig vívottunk azon, hogy most akkor ezzel mi mit veszítünk. Most Veszprémiként mondom, hogyha egyébként a térséget is behozzuk, de sikerült uh, meggyőzni a többieket. Egyébként az LKF történetében uh, két olyan, két olyan uh, program volt még, ahol térségi sikeres térségi uh, kiválaszt, vagy uh, sikeres térségi pályázatot írtak. A 2010 volt az első, amikor a Rúrvidék uh, Essen volt a város, tehát Essen pályázott, de a Rúrvidék volt a uh, helyszín a másik az pedig 13, amikor Márszely volt a város, de provence együtt fogalmazták meg a pályázatot. A kettő között nagy a különbség, és a miénk az inkább a márszely provence hasonlít, hiszen a a rúrvidék az hagyományosan, ugye nem láttuk, de meg fog, meg fog tudni erősíteni, hogy a rúrvidék is egy nagyon régóta, nagyon intenzív, egymásra utaltságban, egy nagyon erőteljes együttműködés van, hiszen ott azért ennek megvan a kultúrája, meg a hagyománya. Ott az Európa Kulturális Fővárosa Program pont a struktúraváltás miatt inkább egy közösségerősítő lehetőséget tudott adni annak a térségnek. A Márcei-Provenci régió az viszont egy az egy veszekedősebb, az egy sokkal több konfliktussal telhet régió, és pont maga a program volt az, az amelyik segítette azt a régiót, hogy ott a nagyváros. Nyilván nem, 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 nem ugyanaz, mint Veszprém meg a Balaton, de nagyon sok hasonlóság van. Tehát ott azért van egy óriási nagyváros, meg egy bűbájos térség, és hogy ezt ebből hogy lehetett egy izgalmas storyt kihozni, amiben egyébként a végén mégiscsak sokan azt gondolták, hogy ezt megérte ebbe az ügybe belemenni. Ott egy kicsit kisebb, de mi nyilván nagyon sokat tanulunk abból a programból, hogy hogy, hogy lehet ebből nagyon sokat kihozni. Azt is el kell mondanom, ebben a körben el lehet mondani, hogy Exen Provence volt az, aki kimaradt ebből az együttműködésből. Marseille és Provence. Tehát az is egy furcsa szituáció, hogy azért Provence-ról mégiscsak Exen Provence ról Ex -Provence amelyik talán sokunknak először eszébe jut, és ők, és ők kint is voltak, bent is voltak, tehát hogy ők egy ilyen kettősséget játszottak. Ők például nem elégedettek ezzel a programmal, de a mellette lévő provansznál sokkal kisebb települések a mai napig lét, sikerült létrehozni olyan együttműködéseket, amelyek a mai napig működnek és eredményesek. A... Most ez magától is megy? Mert. Mert egy kicsit én szerintem én kihagytam egy oldalt. Igen, ja, igen itt a célokat, a célokat határoztuk meg, hogy mi, mi az, amit, mi az, amit el szeretnénk érni pontosan, mi az, ami, mi az, ami a hasznunkra válik, miért érdemes belevágni egy ilyen nagy kalandba, ami nyilván nagyon sok konfliktussal, nagyon sok munkával jár. Az nagyon fontos volt, amikor a nehézségeinket vagy a kihívásainkkal szembe kellett nézni, hogy bár az előző előadásban is látszott, hogy azért a mi régiónk, a mi térségünk azért egy folyamat, egyrészt infrastruktúrálisan, gazdaságilag egy erős régió, a városaink is egyébként erősek, szerethetőek, szeretik az ott lakók, de mégis elindult egy olyan tendencia, elindult egy olyan folyamat, amikor azt látjuk, hogy a tehetséges fiataljaink elmennek. És nekünk nem is feltétlenül, ma már nem is feltétlenül Budapesttel kell, hogy versenyezzünk, hanem Európa nagyvárosaival vagyunk versenybe. És egy 20 éves fiatalnak nyilván nem tud Veszprém, Veszprém régiója, Balator régió, abban az életszakaszban jelentős kínálatot nyújtani, Viszont eljön egy olyan életszakasz, amikor már a, a nyüzsgő, pesgő nagyváros mellett talán fontosabb érték a biztonság, a gyereknevelésnek a szükséges infrastruktúra, jó munkahelyek, a csend, az inspirációhoz szükséges tér, akkor viszont nekünk meggyőződésünk, hogy veszprém és a régió viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy azok a fiatalok, akik elmentek, azok aztán visszajöjjenek, tehát ezt ilyen nagyon markánsan fogalmaztuk meg. A másik, ami pedig a régió és a város, nak a Legnagyobb kihívását jelenti az az, hogy elmúlt az az időszak a Balatonparton, ami a 80-as éveket jellemezte, amikor egyébként a kelet meg a nyugatnémet turisták itt találkoztak a Balatonparton, és egyébként egy két-három hónapos lángosos megnyitásával gyakorlatilag a család meg a szomszéd egész éves egzisztenciát biztosítani lehetett. És azt tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy ez már nem megy, és nagyon fontos, hogy ezt a szezonalitással valamilyen módon szakítsunk, találjuk meg azokat a programokat, azokat a segítő eszközöket, amelyek, amelyek egy kicsit ezt a szezont szét tudják húzni. Ugye az együttműködő partnerekre nem beszéltem, és talán itt mondom el, hogy magának az EKF-nek a pályázatírásnál is és a végrehajtásnál is szintén ugyanaz az ív, ugyanaz a e, együttműködő gondolat vezetett bennünket, mint ami a turisztikai szolgáltatásnál mi helyben létrehoztunk, hiszen magának a 2023 ZRT-nek, aki a pályázatnak a felelőse, e, oda tulajdonosként, Sikerült megnyerni a Balatoni szövetséget. A Balatoni Szövetség a Balaton kiemelt üdülő körzet összes polgármesterét tömörítő civil szervezet. Ők tulajdonosai az ERT-nek, tehát ők tulajdon részt vásároltak ebben az ERT-ben. A balatoni kör, amelyik egy civil szervezet, egy olyan civil szervezet, aminek a Balaton környékén élő borászok jelentős szállodák, illetve éttermeknek a tulajdonosai által létrehozott civil szervezet, ők szintén ugyanígy tagjai. Van az Éltető Balaton Egyesület, ahol, amelyik szintén egy civil szervezet, oda pedig a Balatonfelvidéken működő kézműveseket tömörítő civil szervezet. Ebben vannak, akik Szörpöt készítenek, vannak, akik fazekasok, vannak, akik különböző egyéb kézműves termékekkel állnak elő, mezőgazdasági vállalkozók, ők szintén tulajdonosai részvényt vásároltak az ERT-ben. Tulajdonos Veszprémváros önkormányzata, Balatonfüred, illetve Balatonalmádi önkormányzata is ebben, a, ebben az ERT-ben, és, és a felelősség itt is tetten érhető. A igen, ezzel ezt, már túl vagyunk, és akkor. Ugye, mi, mi, mikor lesz sikeres? Ugye ez a, ez a nagy kihívás mindannyiunknak. És amikor, amikor én a polgármester kollégáimmal szoktam, szoktam beszélni, azért az nagyon jól, vagy akár vállalkozókkal, akik, akik végig benne voltak a pályázatban, és beszélünk, az együttműködés kereteiről. Az elején az mindig... Az elején, az elején viszonylag könnyű volt meggyőzni mindenkit, mert egy álom. Tehát van egy álom, persze nem akarok kimaradni ebből az álomból. Ha nekem nem kell fizetni semmit, ha Veszprémi polgármesterként azt mondod, hogy minden költséget állsz, akkor persze benne vagyunk. A... És egyre több, tehát ahogy haladtunk előre az időbe, érzékelhető volt az, hogy megnőtt, amikor megnyertük, akkor hirtelen gyorsan mindenki jöttek, jöttek a bejelentkezések. És az nagyon fontos volt az elején rögzíteni, hogy ez a program nem akkor lesz sikeres, hogyha a rendelkezésünkre álló forrást előre megbeszéljük, hogy ez a tiéd, ez az enyém, százalékot számolunk, mert ez nem erről szól, ez nem arról szól, hogy melyik város hány százalékát fogja megkapni, hanem olyan projekteket kell közösen csinálni, aminek meg lesz a haszna. Példaként mindig el szoktam mondani, ez egy klasszikus példa és ezen ezt kell meghaladni többek között. Ezt a gondolkodást kell megfe meghaladni, hogyha a két önkormányzatnak van van olyan pénze, amiből egyébként tudna utat építeni, ma mindenki járdát épít a saját településén vagy utat. Nem jut eszébe senkinek, hogy kerékpár úttal vagy a két települést összekötő út az sokkal többet jelent. Tehát e, eb, ezen a gondolkodáson kell, ö, kell, hogy változtassunk, és szerintem emiatt nagyon fontos például az, hogy azok a jó gyakorlatok, ahol ezt már megcsinálták, ahol kézzelfogható eredmény van, oda ki kell vinnünk a ö, polgármestereket, a vállalkozóinkat, a civil szervezeteinket, mert azt is nagyon fontos ö, elmondani, és próbáljuk így fölfogni, hogy ez egy óriási lehetőség, de ezt ösztöndíjként kell fölfognunk, hogy ez egy tanulás, Mind nekem is, a szomszéd, mindenki, aki ebben részt vesz ebben a program, ez egy folyamatos tanulás. Nincs kész forgatókönyv. Vannak célok, amiket meghatároztunk, hogy oda milyen úton tudunk elmenni, azt mi tanuljuk, nap mint nap tanuljuk. Ha megvan a kellő nyitottság a tanulásra, akkor sikeresek, sikeresek fogunk lenni. Ha, ha nincs meg, és mindenki csak azt nézi, hogy ebből a programból mennyi pénzt tud a saját településén elkölteni, akkor, akkor halál, akkor nem fog működni a dolog. Látom a nyitottságot a kollégákban egyébként, azért ezt is, ezt is el kell, hogy mondjam, hogy értik ennek a lényegét, de ahogy közeledünk, egyre közelebb érünk majd ahhoz a pillanathoz, amikor bizonyos projektekre azt kell mondani, hogy igen, ez mehet, ez meg nem mehet, akkor mindig bennünk van a félelem, hogy majd jönnek a kérdések, hogy ez miért kerüli el pont az én településemet, oda miért nem ér. De amikor az elején összeraktuk, akkor én egy nagyon nyitott együttműködést ajánlottam az együttműködő partnereinknek hogy nincs, nincs alakul, ösztöndíjban vagyunk, amennyit te tudsz vállalni, arányaiban annyi fog neked is jutni. Ha kicsit tudsz vállalni, akkor kisebb jut, ha nagyobbat tudsz vállalni, akkor nagyobb lehetőségünk van. És nagyon fontos, és ezt szeretném hangsúlyozni, meg itt, itt is megköszönni, hogy, hogy a miniszterelnökség már erre az évre 500 ezer forint, illetve 500 millió, bocsánat, a jövő évre már 5 milliárd forintot biztosított az előkészítésre, és nekünk évvégéink van arra most mandátumunk, hogy összeállítsuk, hogy az egész program mennyibe fog kerülni. Mert a kormányzati szerepvállalás nélkül csak a települések, csak város nem tudja ezt a programot finanszírozni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos biztosíték mindannyiunk számára, hogy a kormánynak is fontos. És ugye 23 azért is különleges, mert 23-ban egy angol város lett volna a partnerünk, de az ottani események azt hozták, hogy sok mindenről lemaradnak a angol barátaink, többek között ebből a versenyből is kizárták őket, és ez azt jelenti, hogy 2023-ban egyetlen egy város fogja ezt a címet viselni, az pedig Veszprém lesz. És ez nyilván ránk is óriási felelősséget rak, de egyébként a kormányzatra is, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy hogy fogjuk tudni végrehajtani. Mit kulturális siker, társadalmi siker, gazdasági siker, ökológiai és városi sikerek. Itt a Craft programmal működünk együtt, hogy egyébként az is nagyon fontos, hogy, hogy mér, tehát hogy hogy tudjuk, és ez is egy kísérlet, ez is egy tanulási folyamat, hogy miben tudjuk mérni a sikert. Mik azok a változók, amiket nagyon fontos, hogy nézzünk? Ez nagyon nehéz megfogalmazni, ezek voltak azok a legfontosabb szempontok, amiket mi figyelembe vettünk. Néhány, néhány projekt, ez tényleg csak ilyen kis ízelítő, vagy fölvillantani szeretnénk, hogy miket fogalmaztunk mi meg a, a pályázatunkban. A 22, ez a Music City, az UNESCO Music City program, meg az LKF cím, az így vált, váltakozva szokott egyébként egymás mellett menni. Veszprémnek, hogyha megnézzük, hogy a kultúrában melyik az a művészeti ág, amiben talán a legerőteljesebb, vagy talán a legerősebb, a legnagyobb múlttal, legnagyobb jelennel rendelkezik, akkor mindenképpen a zene az, ami szerintem nem kérdés, és itt a, a, nem is a számossága fontos a zenei kultúrájának, hanem inkább a színessége, hiszen a, a komoly zenétől egészen az utcazene, fesztiválig, amatőr művészeti csoportokon keresztül egy nagyon pesgő kulturális életünk volt mindig is. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a programban ezeket tehát a nagy nemzetközi programoknak a helyszíne tudjunk lenni. A Vomex 2023, illetve a Classic Next ugyanez a kategória, ezek nagy, az egyik világzene, a másik klasszikus zenei nagy vásárok. Legutoljára négy vagy öt évvel ezelőtt volt egyébként Budapesten ez a nagy zenei program. Tehát, hogy a programunkban ezért jelenik meg ilyen nagyon erőteljesen a, a zene. A képzés, oktatás az természetesen ugyanilyen kiemelt, illetve fontos. A játék, ugye beszéltem arról, hogy a különböző generációk, tehát hogy ez a program az akkor lesz helyben is sikeres, ugye tényezőkről beszéltünk az előbb, hogyha is ez az előzőekben is többször elhangzott, hogy, hogy ez, ha a veszprémieket nem tudjuk megnyerni a programnak, ha őket nem tudjuk aktivitásra hogy legyenek részesei ennek a programnak, ne csak elszenvedői, tehát ne csak nézői legyenek, hanem lehetőség szerint alakítói legyenek ennek a programnak, akkor nem fogunk tudni sikeresek lenni. Ha mindenki ezt úgy éli meg, hogy na megint ide rakták a nyakunkra ezt, meg ezt, meg ezt a programot, és egyébként csak bosszantja az embert, akkor nem, nem, nem leszünk sikeresek. Tehát ezért arra nekünk nagyon komoly energiákat kell fordítani, hogy a különböző generációknak a megnyerése, az kiemelt feladat. Liverpooli példa, mert ez egy, ez az egész LKF történetében ezt mindenki elmondja, hogy a Liverpooli programnak 2008 volt talán, amikor Liverpool volt Európa kulturális fővárosa, a nyugdíjasoknak a bevonása volt az egyik, vagy a, az ottani programnak az egyik nagy-nagy bumja, amit azt a módszertant aztán később a következő városok is átvettek, hogy az a nyugdíjas korosztály, aki vagy megszervezi a közösségi életét, vagy, vagy a családdal közösen tölti, hihetetlen energi, energiabombákat jelentenek ezek a nyugdíjasok, akik várják, hogy, ezen, hogy bevonják őket, és ott az, önkéntesek, az önkéntes munkában, a különböző turista csoportoknak a vezetésében óriási szerepet vállaltak az ottani nyugdíjasok, tehát hogy Fontos, hogy a fiatalokat, a gyerekeket is megszólítsuk. És egy város az mégiscsak a konfliktusoknak a terepe, de ezzel párhuzamosan egyébként a kompromisszumok tere is. A, ez, ez, ez az, ami megkülönböztetett bennünket, egyébként ezt is mindig, vagy gyakran szoktam mondani, hogy léte, velünk van a konfliktus, az már egy városi közösséget minősít, hogy egyébként ezeket a konfliktusokat hogyan oldjuk meg. És hogy akkor beszélünk jó közösségről, hogyha egyébként ezeket a konfliktusokat normális keretek között tudjuk működtetni. És, és ezért fontos, hogy a generációk, minden generációt próbáljunk bevonni ebbe a programba. Ez egy nagyon, ugye az előbb már próbáltam erre, erre utalni, hogy a, a Balaton az mindig a beszélgetések, meg a találkozások helyszíne, helyszíne volt. Különösen igaz volt ez a 80-as évek Balaton partjára, ahol a kelet meg a nyugat itt, itt találkozott, és ez adta gyakorlatilag azt az ötletet, hogy akkor ez legyen, legyen egy olyan hely, próbáljuk egy olyan helyi alakítani, ami továbbra is a lecsendesedés, az elcsendesedés, a beszélgetés, a kibeszélésnek a helyszíne, és hát nagyon bízunk benne, hogy ebbe ez, és ugye most a mostani Európában egyébként egy nagyon jól érzékelhető kelet-nyugati szembenállás van, tehát lehet, hogy ma újra Szükségünk lenne arra, hogy a keleti, meg a nyugati polgárok itt a Balaton környékén leüljenek egy nagyon finom csopaki olasz rizling mellé, és, és beszélgessünk arról, hogy hogy is lehetne még jobb a bennünket körülvevő világ. Hol tartunk most? Jelen pillanatban a szervezeti kereteknek a kialakítása, ugye az ERT-ről már beszéltem, hogy az nagyon fontos a programnak a végrehajtásának, vagy a végrehajtása az a zrt nek lesz az alapvető feladata. Keressük azokat a nemzetközi partnereket, akikkel ezt a programot, ahonnan tanulni tudunk. És a, ez is egy fontos üzenete volt a mi pályázatunknak, hogy mi példát is szeretnénk mutatni Európának, bízunk benne, hogy tudunk olyan, hiszen ezek a kihívások, a pessimizmus, az előregedés, az elvándorlás, a szezonalitás, ezek, ezek nem olyan kihívások, ami csak Veszprémben van, hanem azért ez a hozzánk hasonló méretű városokat alapvetően jelenlévő problémák. Tehát hiszünk abban, hogy tudunk jó gyakorlatokat megvalósítani, ami példaként szolgál, meg arra is nyitottak vagyunk, hogy egyébként Tanuljunk a másiktól, tanuljunk olyan európai, vegyünk át olyan jó európai gyakorlatokat, amelyek már, már beváltak. Tehát ez a kettősség jellemzi a mi, mi pályázatunkat. Én szerintem, és igen, ez is a ma. Köszönöm szépen!